Visszarepülhet az időben a dicsőséges múltba, aki május 22-én kilátogat a PMFC stadionba. A klub és a PMSC Öregfiúk Egyesület ugyanis gála mérkőzést szervez az MB2-es csapat szezonzáró fordulója előtt, mint egy felvezetéskép. A korábbi sikerek helyszínén délután 3 órától a PMSC egykori válogatottjai és a magyar öregfiúk válogatott lép pályára. Az ötlet az nagyon régi, mondhatnám már talán 10 éve is megvan, de amikor az Öregfiúk Egyesület megalakult, akkor nyilvánvalóan vált, hogy ezt a több évtizedes adósságot szeretnénk valahogy törleszteni, és nagyon örülünk neki, hogy a mostani vezetés Zákosnak a vezetésével ők is felismerték, hogy ez mennyire fontos itt a tradíciók szempontjából, és mivel most már másfél éve próbáljuk ezt szervezni, és háromszor kellett lemondani a pandémia miatt, nagyon örülünk, hogy végre meg tudjuk ezt tartani. Elég veretes a névsor. Azt kell tudni, hogy az elbúcsúztatottak azok a játékosok, ugye, akik a legtöbbet voltak válogatottak a Pécs színeiben, innen indultak is válogatottak lettek. Természetesen köztük van a Kazinc Bélátok, ez a Dárdai Pali, Fejér Csaba, Tököli, Gerazoli, és mindenki, eddig azt mondta Márton Gábor, mindenki azt mondta, hogy jön erre az eseményre, és természetesen sokan lesznek az ellenfélből is, ugye volt válogatottak. Azt számoltam, hogy összesen szerintem 500 válogatottság fölött lesz. Tavaly évben évközepén tulajdonos váltás történt a PMFC-ben, és az eddigi hagyományokat folytatván abszolút célul tűztük ki azt, hogy építsük a jövőt, de a jövő építése mellett nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ápoljuk a múltat, és amikor Mészi Feri megkeresett ezzel a dologgal, akkor maximálisan Győri Jánossal és a tulajdonossal is támogattuk, hogy ez kerüljön megrendezésre, mert ennek helye van a mi életünkben, helye kell, hogy legyen. Mint minden ilyen mérkőzés, egy nagy öröm az ember életébe, és azt gondolom, hogy a nézők is elvárják, és meg is érdemlik, hogy olyan állapotba menjünk fel a pályára, ami még azért valamit a régmúltból fémjelez, úgyhogy ezért én amúgy edzek, tehát elég sportos életet élek, talán ezt lehet is rajtam látni, de azért a futballpályáktól messze vagyok, és most már nem játszom annyit, mint régen. Vigyázni kell a térdemre, nagyon szeretek síelni, és ugye az fontos kellék hozzá. Szóval a lényeg az, hogy edzek, igen, a kinti pályán, az árpék és a vezetés engedélyével kint vagyok a pályán, nagyon élvezem, nem tudom megállni azt a vénámat, hogy ne segítsek be, tegnap is egy nagyon klassz kis ráccal edzettem együtt, és ilyenkor kindi kijön az emberből, volt játékos, hogy tartsa így a lábát, tartsa úgy a lábát, úgyhogy egy órát küzdöttem tegnap az elemekkel, mert nem tudom, de tegnap ott Kovács-Tepen bekapcsolták a szaunát, mert elég meleg volt, úgyhogy remélem, hogy jövő vasárnapra egy kicsit hűvösebb idő lesz, majd beszélünk valami felelőssel letekintetbe, de nagyon várom a meccset. Nagyon-nagyon nagy érzés ilyenkor találkozni a régi játékostársakkal, feleveleíteni a múltat. Mi futballisták maradtunk, tehát ezt aki akarja, elismeri, aki akarja, nem, az tagadhatja, elvitt minket az élet más irányba, máshol is dolgozunk, másból is élünk, de mi örök életünkben futballisták maradunk, és örök életünkben PMSC vagy pécsi futballisták maradunk. Ugye nevek jöttek, mennek, de ez a klub, ez ide kötődik. Nekem egy fájdalmas pont az, hogy még nincs Pécs egy stadion, nagyon reméljük, hogy lesz. Nekünk ez a stadion, ahol vagytok. Ebből egy darabot majd el szeretnénk vinni, mert ugye ez már nem a mi stadionunk. És hát ez is egy apropója lesz, hogy méltóképpen elbúcsúzzunk ettől a stadiontól is, meg egy kicsit azoktól a nézőktől, meg azoktól a betonpillérektől, amik itt vannak körülöttünk, úgyhogy várom nagyon. Nyilván kicsit meghatottság is szól belőlem, könnyezek, de a naptól is, tehát egy ez most összeteszi azt, hogy könyvbe csordul a szemem. Én is nagyon várom már az eseményt, egy kicsit a Jánosra rácsatlakozva, ugye nekem is sok volt csapattársam, ellenfelem érkezik jövő héten vasárnap, akikkel nagyon szívesen fogok találkozni, öröm lesz ismételten őket látni és jókat beszélgetni.
És illetve természetesen nyilván lesz egy sport esemény is, ami a pályán dől el, tehát nyilván a PMSC öreg fiúk csapata mindent meg fog tenni azért, hogy a magyar labdarúgó válogatott öreg fiúk csapatát megszórítsa, ahol azért tényleg nagyon komoly nevek vannak azon a palettán, akit látunk előrejelzésképpen, hogy érkeznek. Amit a mérkőzés szervezéséről tudnunk kell, az az, hogy ugye a mérkőzés 3 órakor fog kezdődni. Mi 1 órával előtte fogjuk megnyitni a stadiont, a szurkolók akkor jöhetnek már, felkészülhetnek kellőképpen az év utolsó MB2-es felnőtt bajnoki mérkőzésére is. Ennek nagyon jó ráhangolója lesz ez az öreg fiúk mérkőzés. Én azt gondolom, hogy igazán klassz esemény lesz május 22-én délután, mert két olyan mérkőzés lesz, ami azt gondolom, hogy remélem méltó lesz a PMFC-hez. Az aznapra megváltott jegyek a közönség szórakoztatónak ígérkező találkozóra és az azt követő bajnoki mérkőzésre egyaránt érvényesek.